A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Augusztus 20-án Székesfehérvár önkormányzatának ünnepi díszközgyűlésén Székesfehérvár díszpolgárává választották Pavelce Lászlót, a Baptista Szeretett Szolgálat veszélyhelyzetkezelési igazgatóját. Jó napot kívánok, ez itt a Fehérvári Beszélgetések, és természetesen a vendég nem más, mint Székesfehérvár új díszpolgára. Köszöntelek, és nagyon örülök, hogy elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntök mindenkit. Nagyon szép volt, meghitt pillanat volt maga az ünnepség is, az átadás is, de láttam a Facebookon egy fotót, amikor 8 gyermekeddel együtt álltál a színpadon, és annak számomra hihetetlen varázsa volt. Te azt a részt, hogy a családoddal együtt Székesfehérvár díszpolgáraként állhatsz Szent István szobra előtt, milyen pillanat volt? Hát azt hiszem nem kell elmondani, hogy roppant felemelő, hiszen ez egy visszatekintés az embernek, hogy a kicsik, nagyok, mindenki ott volt a képen. Az elsőszülött, nem titok egyébként, az elsőszülött nagylányom nem volt egyedül a képen, még a nevelt nagylányom is ott volt, tehát ők a gyerekeim, ők a múltam, és talán lehet azt mondani, hogy ők a jövő. Büszkék voltak? A kicsik mennyire tudták ezt megérteni? Szerintem a picik ők nem értik, nem is érzik még ennek a súlyát át. A nagyobbak pedig hát tényleg büszkén, amikor én próbáltam minél később tudomására hozni a családnak is egyébként ezt a kitüntetést, de amikor említést tettem, vagy megmondtam, akkor mindenki kerekperec között, hogy ott lesz. Tehát, az a pillanat egyébként hogy volt? Telefonon, e-mailen, honnan értesültél róla, hogy megkapod ezt a kitüntetést? Hát nekem roppant nagy meglepetés volt, és mint később kiderült, ugye ebbe egy pár ismerősöm keze is benne volt az előkészítésében, és ők se szólták el magukat. Tehát nagyon nagy tisztelet a feleségemnek és Klupács Peti barátomnak. Ugyanis én semmit nem tudtam, nem sejtettem, hanem Zalakaroson az EFOT fesztivál után elvonultam a családommal 4 nap pihenőre, és este kaptam, vagyis hát akkor értem rá talán e-maileket nézni, és akkor lapoztam át az e-mailt, és akkor láttam, hogy Székesfehérvár alpolgármestere tájékoztat, és akkor tudod, az ember szokott rengeteg ilyen hivatalos levelet kapni, és akkor vagy van kedved, vagy nincs, de azért csak felkeltette a figyelmemet, hogy felterjesztve meg. És ahogy elolvastam, akkor nem titok, egyrészt meglepetés, másrészt a meghatottságtól meghatottam, és hát akkor a feleségemnek mondtam, hogy te erről tudsz valamit, és hát akkor utána már nem tagadta, hogy van némi köze az előkészületekhez. Természetesen ugye a díja nem ő, viszont a gyűrű méretem kellett, és ilyen nagyon, én nem hordok ugye a munkám miatt a mindennapokban gyűrűt, tehát ünnep lesz ezentúl is, amikor én a gyűrűt hordani fogom, és tehát szép lassan összerakódott a fejembe is, hogy mikor, milyen apró dolgokkal puhatolóztak, hogy mit, hogy, merre, miért. Az már egyértelmű, hogy Székesfehérvár számára mit jelent ez, neked ez a város mi mindent adott az életednek, az életedhez? Hát ugye gyermekként itt nőttem fel. Itt voltam rosszkölök. Itt vagyok most talán ember. Nagyon nagy részben én mindig is fehérvárinak való, mindegy, hogy hol laktam az országban, én akkor is fehérvári gyerek voltam. Aztán, amikor már ugye a magyar speciális mentőkről, a speciális mentésről volt szó, akkor az már egyértelműen a székesfehérvári speciális mentők, a székesfehérvári Pavelce. Tehát én azt gondolom, hogy én nagyon sok mindent köszönhetek a városnak, az itt élő embereknek is. Jót, rosszat.
Tehát néha én azt gondolom, hogy az embernek építkezni kell a rosszból is, tanulni kell a hibáinkból, tanulni kell abból, hogyha mi hibáztunk, vagy ha más hibázott, és az nekünk fájt, hogy azt hogy kell a későbbiekben kezelni. És én azt gondolom, hogy összességében én hálával tartozom, és iparkodni is fogok azon, hogy Székesfehérvárnak ne csak a díszpolgára legyek, hanem egy olyan lokál patriótája, aki mindent elkövet a városért a továbbiakban is. Na most pedig akkor ne előre, hanem vissza, még pedig, bocsánat, de ezt kell, hogy mondjam, évtizedeket. A Székesfehérvári kórházban kezdtél el dolgozni, de ott nem maradtál sokáig. Hogy kerültél aztán át a mentőkhöz? Hát Székesfehérvári kórházban kezdtem dolgozni, kérlek szépen mosodai segédmunkásként, aztán dolgoztam a konyhán segédmunkásként, aztán lettem betegszállító, és ezután elkerültem Ajkára. És az Ajkai kórházban még betegszállító és műtős fiú lettem. Majd kikerültem a devecseri elfekvőbe, illetve a rehabilitációs osztályra, ahonnan a mentők aztán elcsábítottak, mondván, hogy az nem férfi munka, és az Ajkai mentőállomáson kezdtem dolgozni, ahonnan viszont beiskoláztak Székesfehérvárra haza, és gyakorlatilag itt végeztem az egészségügyi szakiskolát, illetve a felnőtt szakápolóit is itt végeztem el, úgyhogy közben ott dolgoztam. Tudtad-e már akkor, hogy ez lesz az utad, a mentés, mindegy, hogy milyen kötelék nem, között? Nem. Biztos, hogy nem. Így alakult, így változott az életem, aztán Ajkáról átkerültem Győrbe. Győrbe jött először létre egyébként a speciális mentésre való képzések, felkészülés. Ugye létrejött a Győr-Moson-Sopron megyei speciális mentők, aztán lett belőle Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom megyei. És miután visszaköltöztem Székesfehérvárra, akkor mertem egy nagyot álmodni a Magyar Speciális Mentők Egyesületével, és miután ezt létrehoztam, akkor már nem volt megállás, akkor már ugye bekapcsolódtunk a hazai minősített katasztrófák, rendkívüli helyzetek, rendkívüli események kapcsán a munkába. Aztán elindultunk Csehországba, Lengyelországba az árvizekhez, és ez szépen lassan felépült ez a nemzetközi mentés, aminek én azt gondolom, hogy már ezt is vállalni kell, hogy az egyik úttörője vagyok, hiszen a másik a Leocki Laci Miskolcon. Tehát mi ketten voltunk azok, akik megmertünk álmodni speciális mentőcsapatot. Mind a ketten még jelenleg is tesszük a dolgunkat, de azt hozzá kell tenni, hogy mi hiába lennénk akármennyire elszántak, akaratosak, hogyha nem lennének a beosztottjaink, vagy azok az emberek, akik a csapatot alkották minden körülmények között, ha ők nem végezték volna kiválóan a munkájukat, akkor nem lennénk senkik. Miért gondoltad azt, hogy speciális mentőkre szükség van, egy csapatra szükség van? Azért több mint 50 nemzetközi, külföldi bevetés, katasztrófák, árvizek, földrengés. Pontosan 68 nemzetközi bevetés, és a magyarországi, tehát a hazait nem is számoljuk emellett. Én azt gondolom, hogy én akkor is úgy gondolkodtam, hogy megtaláltam bizonyos réseket a hivatásos mentők, tűzoltók, katonák, rendőrök munkája között, amit valamilyen úton módon be kellett tölteni, be kellett tömni, és én ekkor gondolkodtam ezen a speciális mentésen el igazán, hiszen kellett egy olyan csapatot létrehozni, ami mindegyik munkához ért egy kicsit, nem a féle MacGyver, hogy mindent meg tud oldani, hiszen vannak olyan feladatok most is, amit hiába tudok én megoldani, az csak hivatásos irányítása, vagy hivatásos által lehet megoldani. Ilyenek ezek a tűzszerész feladatok, ilyenek a rendvédelmi feladatok, még mondhatnánk a tüzet is, hiszen hiába vagy alkalmas, hiába van technikai felszerelésed, a mindennapi rutin, én azt gondolom, hogy azoknál az embereknél van, akiket én valóban hősnek tartok, ugye a mindennapi munkát végző tűzoltók, mentők, rendőrök, katonák.
Mi visz rá téged, mi vitt rá téged arra, hogy oda menjél, ahol a többiek megpróbálnak elmenekülni? Nyilván ott bajba jutott emberek vannak, életek vannak veszélyben, halottakat kerestek. Miért? A választ egy kicsit te az előbb magad meg is adtad, hiszen bajba jutott emberek vannak ott. Azoknak az embereknek is szüksége van támaszra, azoknak az embereknek is szüksége van mentésre, bármiféle segítségre. Tehát én úgy értem, hogy hiszen ismeritek a Hős benned van programunkat, pont erről beszélünk a gyerekeknek, felnőtteknek, munkahelyeken, hogy nem megyünk el senki mellett. Tehát lehet katasztrófa környezet, lehet árvíz, lehet földrengés, tehát bármi olyan feladat adódik, akkor is meg kell próbálnunk segíteni. Nem bármi áron, nagyon fontos szoktam mondani a kollégáimnak is, és én azért büszke vagyok arra, hogy ebből a 68 nemzetközi bevetésből, a 68 nemzetközi még egyetlen egy bajtársamat vagy kollégámat nem hagytam ott, nem vesztettem el, ami azt gondolom, hogy egyfajta fegyelemnek az eredménye. Akármennyire tetszik, akár nem, mi civil szervezet vagyunk, de katonás rendbe kell, hogy működjünk. Az utasítás, a parancs, az parancs. Tehát azt végre kell hajtani. Lehet utána, amikor már a feladatot végrehajtottuk, vagy lezártuk, lehet utána véleményezni. Még az is elő szokott fordulni egyébként velem is, hogy levonom a következtetést, és tudok elnézést is kérni. De a döntést minden esetben egy parancsnoknak, vagy a rábízott parancsnoknak kell meghoznia, és az ő szava a döntő. Melyek azok az esetek, emberek, találkozások, pillanatok, amik előre visznek? Mitől lehet az, hogy nem csak egy, vagy nem csak három, nem csak 10 bevetés volt, hanem 68? Hogy lehetett eljutni idáig? Hát nagyon sok harc árán, mert ugye nagyon szép az, hogy az ember el tud menni egy katasztrófához. Azért én emlékszem arra ám, amikor a székesfehérvári polgármester, az akkor lévő polgármester az egyik városi cégnek a pénztárából vette ki a pénzt, és adta támogatásként oda, hogy eljussunk külföldre. Tehát ilyen is előfordult. Na, szerintem meg is nevezhessük. Varvasovszky Tihamér polgármester úr volt, aki annak idején Kolumbiához úgy nyújtott segítséget, hogy az egyik városi cégnek a pénztárát tulajdonképpen kiürítettem, elvittem a pénzt, hiszen abból vettünk röpőjegyet, ebből mentünk el Kolumbiába segíteni annak idején. Én azt gondolom, hogy minden körülmények között meg kell próbálni segíteni, oda tehetem magam, segíthetek. Ha egy telefonnal tudok, akkor egy telefonnal. Ugye visszakanyarodva az előző témához, nagyon sok harc is van ebbe, és itt nem a pénz elsőt. Vannak a jogi, a politikai normák, tehát mindenkivel meg kell próbálni megtalálni a hangot. Ugye nem működik az, hogyha engem mondjuk valahova nem kérnek, hogy én oda megyek és ráerőltetem magam egy országra, vagy egy katasztrófa helyszínére. Tehát minden esetben iszonyú nagy, és sokan el se tudják képzelni, hogy akár 100 embernek a munkájára lehet szükség ahhoz, hogy egy 18 fős mentőalakulat mondjuk elutazzon, és a föld bármely pontjára eljusson felszereléssel, megfelelő személyzettel. Nem olyan régen, legutóbb akkor kerültél a közvélemény látószögébe, amikor Törökországban teljesítettetek szolgálatot. Volt egy pillanat, amikor egy kisgyerekekből álló csapat bajba került, és nagyon nehéz döntéseket kellett akkor meghoznod. Beszéltél erről a sajtóban, ahogy azt muszáj, elvárják tőled, hiszen mégiscsak támogatásokból civil szervezetként működtök. Elsírtad magad akkor. Az a kamerák előtt történt, de hogy nyilván nem ez az egy volt. Mennyire lehet megengedni azt, nyilván munkavégzés közben nem, de amikor egy kicsit kilépsz abból a közegből, hogy elérzékenyülj, nyilván parancsnokként nagyon nehéz érzelmekről beszélni, de én azt gondolom, hogy mégis ezért lehetett 68.
Mindegyiknél megvolt az érzelem, mindegyiknek megvolt a belső sírása nagyon sok esetben. Egyébként, amikor minket a kamera nem lát, azért azt el kell mondani, hogy többször elgyengül az ember. Tehát mi emberek vagyunk, nem gépek, érzelmeink vannak, családjaink vannak, van akinek az unokája akkora, van akinek a gyereke akkora, van akinek még nincs, és mégis átérzi a szituációt, a körülményt. Én azt gondolom, hogy elsősorban az ember dominál ebben az esetben, az érzelmeink visznek. Itt például nem volt idő kimozdulni a komfortzónámból, hiszen a fotón, videón is látszik, hogy még a kesztyű is rajtam volt. Na most annyira rossz idő napközben nem volt, hogy kesztyűbe kellett volna. Ahogy kihoztuk a kisfiút rá, másfél órára kihoztuk a kislányt, és bekerült az autónak a hátsó részébe, a két gyerek egymás mellett feküdt, és elláttam a kislánynak a leszakadt körmét, és fújt egyet az ember, hogy ők megvannak és élnek. Akkor kapott el Novák András nagyon jó pillanatban, hogy most ő most szeretné ezt megcsinálni. Viszont ugye ezt a kamera nem látta, meg nem tapasztalta, hogy amikor elkezdte kérdezni tőlem, hogy Laci, akkor most mi történt, mondd el, légy szíves, én már abban a pillanatban megláttam a szemes arkába a könnyet, és a hangján is éreztem a tónusváltást, hiszen ő is elérzékenyült. Pontosan tudta, hogy mit érzünk mi, neki is gyereke van. Tehát nem volt idő arra, hogy az ember nagy levegőt vegyen, átgondolja, hanem automatikusan az agyam már az én gyerekeimre terelte az én belső figyelmemet, hiszen én nem tudom elképzelni azt, hogy én mit tennék abban az esetben, ha a gyerekeim miért kellene ugyanezt megtennem, mint amit ezekért a török gyerekekért tettem. Számomra egyébként nem volt különbség, hogy ők most törökök, nekem akkor gyerekek voltak. Tehát ugyanúgy, ahogy az utasítás is arról szólt, hogy hagyjuk inkább ezt a feladatot ott, és menjünk olyan helyre, ahol könnyebben boldogulunk, el se tudtam képzelni, hogy én ezt megtegyem. Egyrészt a kollégáim is megöltek volna, így is megöltek a tekintetükkel, amikor mondtam, hogy levonulunk egy kicsit, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy pont ez tesz bennünket emberré, és pont ez miatt tudunk racionális, felelősségteljes döntéseket hozni, hogy nem elvakulunk, nem bármi áronra változtatunk, hanem próbáljunk meg mindent a lehető legjobban megtenni. Én azt gondolom, hogy ez a 68 nemzetközi bevetés, ami mögöttem van, mindig kiváló bajtársaim, kollégáimmal voltam, mindig úgy is sikerült a feladatot végrehajtani. Egyébként nagyon tudok háttérbe is vonulni. Tehát természetes, hogyha van egy olyan szakterület, amiben nálam sokkal magasabban képzett ember van, akkor én beállok abba a szituációba, a helyemre, és végzi ő az irányítást. Tehát ez a leglényegesebb, hogy csapatmunka, csapatmunka, csapatmunka. Tehát lehetek én Székesfehérvár díszpolgára, bár én azt mondom, hogy itt az összes bajtársam, aki a 35 évet eddig végig tolta velem, tulajdonképpen bárki itt lenne, akkor is nagyon büszke lennék rá. Tehát most ők a legfrissebbek, a testvérpár a törökországi földrengés kapcsán, de kik azok, akik még megmentett emberéletek, és időnként eszedbe jut, nem tudom, hogy mit jelentenek ezek a megmentett emberek a számodra? Ugye én elmondtam, hogy abban a pillanatban elkezdek a munkámról álmodni, ezt már nagyon régen elmondtam, és ezt vállalom is, ha elkezdek a munkámról álmodni, akkor abba fogom hagyni. Lehetek én akármennyire penge, ha az ember idegrendszere feladja, akkor abba kell hagyni, és ezt tudni kell, hogy mikor kell abba hagyni. Nem tartok még itt, viszont sokszor, most ugye több adásban, több műsorban is voltam, beszélgetős műsorban, nem tudnának olyan személyt, akit mi mentettünk ki, tehát mi szedtünk ki romok közül, élve vagy halva, mindegyiknek, abban a pillanatban, ha az ő arcát meglátom, meg tudom mondani, hogy mikori szituáció, hol történt. Volt ilyen, hogy találkoztál velük később? Törökországban volt egyetlen egy. Képen találkoztam már, de úgy, hogy meg ugye én is rengeteg archívumom van, fotók, videók.
Tehát ezek megvannak, de megpróbálunk szándékosan egyfajta távolságot tartani, hiszen az nem jó, ha elkezdünk kötődni emberekhez. Nem akarjuk egyrészt az életüket se befolyásolni, az se lenne jó, ha az ő életük befolyásolná a mi életünket. Tehát mi a lehetőségeinket kihasználva megteszünk mindent az embertársaink megmentésére, itthon vagy külföldön egyaránt, de én úgy gondolom, hogy ezt megfelelő körülményeket el is kell hagyni. De ha most bevillan egy kép, tehát ha vissza kell emlékeznem, akkor pontosan tudom, hogy az a kép villanás az kinek a tekintete, hol és milyen körülmények között történt. Tehát álom nincsen, viszont képek azért jönnek meg. Hát, hogyha beszélünk róla, akkor vannak bevillanások, de szerencsére ennyi. És akkor a megmentés pillanatában eufória van? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, akkor is sírunk egyébként. Ugye azt nem veszik a videókamerák, nem veszik a fényképezőgépek, de hát nagyon sokszor van, hogy nagy mafla felnőtt emberek összeborulnak és sírnak. Én azt gondolom, hogy ennél egészségesebb dolog viszont nincs. Hiszen ha most ezt a feszültséget is bent tartanánk, akkor az az ember saját szervezetének rombolásába kerül szerintem. Egymás támogatása a helyszíneken? Hát az az én feladatom, én mindig beszéltetem a kollégáimat. Látom, hogy kinek van esetleg mélyebben nyomása, fájdalma, vagy olyan dolog, ami jobban megviseli, és a kibeszélés az minden esetben segíteni szokott. Akinek nem segít, azt viszont el is kell tanácsolni a csapattól, mert az, ha most összeomlott a következőnél, az egy rosszabb fázis is lehet. Legemlékezetesebb eset, helyszín? Hát én azt gondolom, hogy a törökországi volt annak idején, hát azért ott több száz... Az első? Nem, a második. A több száz... Hát egyébként nagyon érdekes a számisztika is, mert ugye Törökországban 7 élő embert mentettünk meg annak idején is a földrengésnél, most is 7 élő embert emeltünk mi ki. Tehát hiába találtunk meg 11-et, nem volt kapacitásunk az ő mindenkinek a kiemelésére, viszont a török mentőcsapatok őket ugyanúgy kimentették, tehát 11 élő embernek a megmentésébe játszottunk szerepet. Nagyon büszke vagyok ettől függetlenül az összes többi magyarra, hiszen ha csak egy ember élet megmenekült azáltal, hogy valaki kiutazott és segített, hiszen azért ez se lenne korrekt, ha azt mondanánk, hogy mi, hiszen ott volt rajtunk kívül még 3 nagy magyar mentőalakulat, és utána elég sok civil szervezet is megjelent 1-2 napra Törökországban. Van, akik reklám céljából, de én azt gondolom, hogy ha bármilyen formában segítettek, akkor is megérdemlik a tiszteletet. Hát az én kollégáimért meg tűzbe ismerem tenni a kezem, hogy mindenki a tudásának és a képességének a legmagasabb szintjén hozta ott is, és előtte is a eredményeket, hiszen ennek köszönhető, hogy most én Székesfehérvár díszpolgára lettem. Viszont nem mesélted el a legemlékezetesebb részét annak a mentésnek. Én a legemlékezetesebb részét a Törökországban egy hölgyhöz 4 napig visszajárt a legelejétől a kutyánk. És nem a mi területünk volt. Reggel, amikor odaértünk a területre, a kutya mindig oda ment. És mondtuk az izraeli mentőcsapatnak, hogy ott egy élőt jelez a kutya. Jó, majd ők odaérnek, majd azt ők tudják. És akkor 4. nap reggel is oda ment a kutya, és még mindig élőt jelzett, és mi elfogytunk pont feladatról. És akkor bementem a török önkormányzathoz ott, a területileg illetékes önkormányzat, és kértem, hogy azt a területet adják. Mondták, hogy hát annyira nem lehet, hogy az már ki van adva az izraeli mentőcsapatnak. Azt mondtuk, hogy ezt tudjuk, de már 4 napja oda jár a kutyánk, élőt jelez. És akkor mutassuk már meg ezt a helyet, és akkor odajöttek, a kutya nagyon aktívan ugatta, sőt, minden kutyánk aktívan ugatta, és mondták, hogy lehet, hogy csak egy macska. És mondtuk, hogy nem tudjuk, mert nem tudunk beavatkozni, mert nincs jogunk ugye arra a területre. És mondták, hogy jó, akkor ezt a háztömböt akkor elvették. Hát természetesen egy kis vita alakult ki belőle a másik mentőcsapattal, de ők még 3 háztömbbel arrébb dolgoztak. És akkor megkaptuk ezt a területet, és körülbelül 2,5 órával később eljutottunk egy, hát 40-45 éves nő
személyéhez, aki belepislogott a kameránkba, a romkameránkba, aztán beszélni tudtunk vele török tolmácson keresztül, elmondta, hogy nagyon szomjas, nagyon éhes, a karját nem nagyon érzi, aztán amikor a megfelelő nyílást megvágtuk, szétfúrtuk a betont, és oda jutottunk, akkor látta, hogy a karja az a szomszéd szobában volt. Tehát a 4 nappal előtte megtaláljuk, akkor se tudtuk volna megmenteni. Viszont jött a feladat, hogy akkor a hölgynek a romok között kell amputálni a karját. És nagyon nagy szerencsénk volt, egy olyan doktor volt velünk, akinek 5 képesítése volt, orvosi képesítése volt, tehát anesztes orvos volt, traumatológus orvos volt, mert a törökök mondták, hogy de hát nincs anesztes, mondtuk, hogy van. De hát nincs traumatológus, mondtuk, hogy van. Ami egyedül nem volt valóban, akkor az a mentőautó volt. És mondtuk, hogy nem baj, bárhonnan kerítsenek egy mentőautót. És nagy-nagy csaták árán egy jó órán belül megérkezett a mentő. Amikor az is ott volt, akkor a mi doktorunk elaltatta a hölgyet, elszorítottuk a karját, ugye a betont nem lehetett nagyon megemelni, és hát végrehajtotta az amputációt, ezután ő bekerült a mentőbe, és amikor a mentőbe éledezni kezdett, nekem az a kép, az abszolút itt van, beívódott az agyamba, ahogy ránézett az emberre, és az is érdekes, hogy biztos, hogy nem volt tudatánál, tehát nem tudta, hogy mi történt. És mi ezzel a hölgyel 2000-ben jártunk vendégként egy mentőkutyás versenyen Isztambulban. És bejött egy balonkabátos hölgy a sportcsarnokba. És képzeld el egy olyan sportcsarnokot, ami most itt épült, és annak a felén átnéztél, és láttam, hogy bejött a hölgy balonkabátba, nem látszott, hogy nincs karja, meg ilyenek, és valamiért nem tudtam a tekintetemet levenni róla. Tehát nem mint férfi nőt bámultam meg, hanem nem tudtam valami. És mondtam, hogy ez a hölgy, ez hozzánk jön. Mondták, tészta hülye vagy meg. Ezért beszéltük ott a többiekkel, és csak jött, csak jött, csak jött, és amikor olyan 50 méterre volt, és a gesztusából, akkor mondtam a fiúknak, hogy ez az a hölgy, akit kivettünk a romok alól. És odaért, és hogy meglibbent a kabátjának az ujja, és láttuk, hogy nincs ujja, hát mindenki le volt döbbenve, hogy én ezt honnan tudtam. Biztos tudtam róla, mondtam, hogy higgyétek el, hogy nem tudtam róla. 400 kilométert utazott ez a hölgy, hogy találkozzon a mentőcsapattal, és találkozott velünk, és én erre mondtam azt, hogy nem jó nekünk kötődni azokhoz a személyekhez, mert nagyon felkavaró is volt, megható volt, tehát az, hogy eljött 400 kilométert azért, hogy ő velünk találkozzon. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon felemelő volt a dolog, de iszonyúan meg is viselte az embert lelkileg. És nagyon jó érzés volt találkozni vele, beszélgetni vele, elmondta, hogy mibe változott. Ugye kiderült, hogy ő egy tűzoltó fiúnak a nagynénje rá, de török tűzoltó fiúnak a nagynénje. Aztán kiderült, hogy majd mindjárt jön, mert hogy ő is jött, kocsival jöttek, és hogy azért majd mindjárt bejön. Hát ugye aztán bejött a mi barátunk is, aki utána nagyon sokat tett azért, mikor kiderült, hogy kit találtunk meg, megtaláltuk, hogy el kellett szó szerint az embereket zavarni a romokról, hogy már akkor ezt a komoly beavatkozást a romok között úgy lehessen megcsinálni, hogy minél kevesebb problémával, minél kevesebb zavaró tényezővel. Úgyhogy aztán ez a találkozás, süteményt kaptunk, fotózkodtunk, szerintem még meg is van ez a fotóm, de én nem szoktam elővenni. Tehát én nekem ezek de ez a pillanatok... nem ad plusz töltet, tehát hogy megéri, ahogy megölelted ezt a hölgyet, 400 kilométert utazott, tehát ahogy mesélted, bosózott ez a akkor, kezem. Akkor nagyon nagy töltet. Például a török gyerekeket nézd, tehát a törökök apukája, tehát a gyerekek apukája kivétele is. Képzeld el, hogy ahogy jött ki az alakúton az apuka, ugye bent volt már 4 kollégám még ott a üregbe, ahogy készítették elő a kijáratot neki. És mindegyiknél megállt, mindenkit megölelt.
Most képzeld el, hogy ez milyen nyomot hagy az emberbe, lelkileg. De mi tudtuk, hogy nekünk egy órával, fél órával később újabb ugyanilyen lukat kell ásnunk a romok között, és ez így is volt, így is ment. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad elkezdenünk kötődni. Én megbőgetett ugye Novák Andris ebbe a riportba. Az elején azt mondtam, hogy ez a riport nem is mehet ki, de aztán mondta, hogy Laci, ezek az érzelmekről szólnak, ez nem a hírverés vagy akármi. Tehát rábeszélt, hozzájárultam, hogy kikerüljön. Hát utána azt az érzést szintén nem tudom elmondani neked, amit éreztem a romok között. És akkor már nagyon jó volt, hogy por volt mindenhol, mert rá lehetett fordulni, már megint por van, amikor az embernek csiripelt néha a telefon a zsebébe, és akkor tudtad, hogy 2-3 SMS lejött, vagy e-mail, vagy akármi, és akkor az ember megnézte, és olyan vadidegen emberek, törökök, angolul vagy törökül, és akkor Google-lel gyorsan az ember lefordította, ugye, hogy az én könnyem ő nekik gyémánt, és hát akkor is el kellett az embernek egy kicsit bőgnie magát, de ugyanakkor nem volt idő. Viszont a többiek észrevették, hogy folyik a könnyed, nagyon egyszerű, jó nagy por van, megdörzsölt, azt ment tovább. Mert ilyen van. Ha ezt valaki nem ismeri el, nem vállalja fel, akkor vagy érzelmei nincsenek, vagy nem valós az egész személyisége. És jó volt, elolvastuk, mentünk tovább. Néha este megmutattam a többieknek is, akkor úgy láttam, hogy nem elsírtuk akkor már magunk. Akkor igazán megható volt, jó érzés volt. Az, hogy az emberek nem azt látták, hogy nézd már egy mafla, tűzoltó, vagy mentő, vagy akármi elgyengült, hanem azt érezték, hogy mi emberek vagyunk, hogy mi is érezzük azt a feszültséget, amit a családok ugyanott a romok mellett. Azt látom, hogy a szemed csillog, mégis meg kell kérdeznem, mert most már túlfutottunk az időn is. Nagy por van. Van-e szó arról, hogy abba hagyod ezt a munkát, de talán te nyugdíjba mész, vagy ha jön a hívás, akkor indulsz? Nagyon sokszor megpróbáltam már abba hagyni. Nagyon sokszor döntöttem úgy, hogy elég volt. Aztán megszólal a telefon, megmondja Béla, annak idején Szenci Sanyi barátom, akinek szintén sokat köszönhetek, hogy elhívás van, menni kell. Azt akkor az ember összepakol és indul. Nagyon sok esetben nem kell összepakolni, mert ugye a táskánk az mindig kész elétbe áll, de nagyon nehéz az, amikor te azért harcolsz, hogy segíthess. És most nem azokkal harcolunk, akiknek segíteni akarunk, hanem nagyon sokszor a bürokrácia, a hatóságokkal való viták, de aztán túllendülünk mindig. És amire azért nagyon büszke vagyok, hogy ilyenkor is azért, amikor kapunk egy-egy elismerést. És talán azt mondhatom, hogy most ez az elismerés az egyik legnagyobb hozadéka az én munkámnak, hiszen nem egy kitüntetés, nem több bátorság érdemjelem van, amit szintén munkáért kaptam. Tehát büszke vagyok azokra is, mind úgy érzem, hogy a csapatommal együtt kaptuk ezeket akkor is, mindenki megkapta egyébként a csapatból is, de ez a munka, vagy ez a fajta elismerés, ez ritka. És azért megnézzük a kitüntetettek listáját is, nem nagyon szoktak a hétköznapi emberek ezekbe a kitüntetettek köré bekerülni, és én úgy érzem, hogy most az egyik legnagyobb elismerést kaptam meg, hiszen azért a 100 000 királyok városába díszpolgárnak lenni, ez megtisztelő. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hálásan köszönünk. Én is köszönöm. Nektek, neked minden munkát. Kedves nézőink, Pavelce László volt a vendégünk, Székesfehérvár új díszpolgára, a Baptista Szeretett Szolgálat veszélyhelyzetkezelési igazgatója. Köszönjük a figyelmet, minden jót kívánok önöknek, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.